most olvastam a, tegnap beleolvastam a Jonatán, meg a Dávid történetébe. Jonatán is azt mondta, hogy majd második leszek utána a trónon. Ez volt az ő várakozása, ugye Saul fia. Ez azért nagy dolog, mert ugye ő lett volna a jogos örökös, tehát ő volt Saul első fia, és hogyha Saul dinasztiáját nem veti el Isten, akkor Jonatán lett volna a király. De ő már akkor tudta, hogy Dávid lesz az igazi király, és azt mondta, a második leszek utánad. E -e -e. És ezek a második emberek elértek itt valamit, és ott is volt egy gonosz terv a testvérek részéről, de azt mondja itt az ige, hogy Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. És tudjuk azt, hogy József az ő bölcsessége által felhalmozta a gabonát, és amikor jöttek a, a szükségnek az évei, a, a száraz esztendők, akkor az ő családja is azáltal menekült meg. Mert az, hogy megmenekült egy egyiptom, az is egy nagyon szép dolog, de az, hogy akik eladták, akik a gonoszt kigondolták, még rájuk is pozitívan fog visszaütni, visszahatni ez a lépés, mert Isten forgatta meg a kereket. és és gyakorlatilag olyan dolgot hozott ki egy rossz dologból, ami sok nép megmenekülését eredményezte. De a új szövetségi példát, ha hozok, hogy ott van Pál és Hilás a börtönben, jól össze vannak verve, meg vannak veszőzve, a belső börtönbe vannak téve, kalodába vannak szorítva, az egész rosszul indul, gonoszság van benne, és mi történik? Isten beavatkozik, megrázza a börtönt, kiszabadulnak a foglyok, és gyakorlatilag az egész történet a börtönőrnek és a családjának a megtérésével ér véget, és üdvözülések történnek, üdvösségek születnek ebből a rossz helyzetből. Ellenkezőleg fordult. Lehet, hogy átmenjünk mi is nehézségeken, rossz helyzeteken. Isten tudja megfordítani a helyzetet az ellenkezőjére mint amit a gonosz gondol, mint amit a sátán akar, mint amit esetleg rossz szándékú emberek gondolnak felőlünk. Isten jóra tudja fordítani. Bízzunk abban, hogy ő az, aki az ellenkezőjére fordítja a dolgokat. És bízhatunk ebben, mert a történelemben Isten ennek sok bizonyságát adta már, hogy jóra fordította a dolgot. Vagy ott van ugye Jézus keresztje, ami nem néz ki jól, a, golog, a koponya hegye, a kopárszikla, amiben semmi szépség nincs, mégis ezt a helyet változtatta Isten a kegyelem helyévé, az élet helyévé, a bűnbocsánatnak a helyévé. Isten a rossz dolgokat jóvá tudja tenni, és jóvá tudja fordítani. Tehát ellenkezőjére fordult a dolog, mert maguk a zsidók vettek hatalmat azokon, akik őket gyűlölték. És azt mondja a második vers, hogy akik rá akarták vetni a kezüket, hogy a zsidók vesztét okozzák, senki sem állhatott meg előttük, és félelem szállt rájuk minden népre, és a Márdokeust pedig elkezdték felemelni, felmagasztalni, és azt mondja a negyedik vers, hogy mert nagy volt Márdokeus a királyházában, és a híre elment minden tartományba, mert ez a férfi Márdokeus emelkedett és nagyobbodott. Ugye már beszéltünk arról is az elmúlt fejezetben, hogy, hogy Hámán fölfelé tört, és lezuhant. Márdekeus alázatosan viselte magát végig, és Isten felemelte őt. Hogy amit Jézus Krisztus tanított, itt a Földön, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, aki magát megalázza, meg, megalázza, felmagasztaltatik, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Valahogy összejön azért ez az igévers, nem annyira bonyolult. Ugyanezt ez már itt is működik. És nézzétek meg, hogy itt is azt írja az ige, hogy mert ez a férfiú Márdokeus emelkedett és nagyobbodott. És tudjuk azt, hogy nem magától emelkedett, és nem magától nagyobbodott, hanem az az emelkedés, az a növekedés, az a nagyobbodás, ami Márdokeus életében meglátszott, ugye eddigre már második ember a perzsa birodalomban, ha belegondoltok, hogy mennyire hihetetlenül nagy ez a birodalom, hogy Indiától Etiópiáig 127 tartomány, tehát gyakorlatilag az akkor ismert világ nagy részét magába foglalta, és egy, egy elhurcolt zsidó férfi jut föl, a második pozícióba. Tehát hatalmas széket kapott, és azért, mert Isten emelte őt fel. És mindig választhatunk e között a két út között, hogy mi magunk akarunk emelkedni, mi magunk akarjuk kiverekedni magunknak, vagy rábízunk magunkat Istenre, és engedjük, hogy ha ő akar előre jutást adni nekünk, akkor ezt tegye meg ő. A 2. Sámuel 5 10-ben van egy igevers Dávidról. 2. Sámuel 5-10. Azt mondja ez az igevers, hogy Dávid pedig folyamatosan emelkedett, és növekedett, mert az úr a seregeknek Istene volt vele. Ugye Dávid itt már király, de ezt korábban is mondja róla az ige, amikor megbízza Saul különböző feladatokkal. Tudjátok, és akkor Dávid kiment, harcolta az úrnak harcait, akkor énekeltek róla ott a lányok, hogy Saul megölte az ezrét, Dávid megölte az ő tízezrét, már akkor tízszeres szorzóval számolták Dávidnak a sikereit, és ott is azt mondja az ige, hogy eszesen viselte magát Dávid mindvégig mindenben, mert az úr volt vele. És itt pár királyként felkenés beveszi Jeruzsálemet, és azt mondja az ige, hogy egy folyamatos növekedés és emelkedés volt az életében, mert az Úr a seregeknek Istene volt vele. Ebből az, az derül ki számunkra, hogy nekünk soha nem a növekedésre, és soha nem az emelkedésre kell koncentrálnunk az életünkben. Nem az áldásra kell koncentrálnunk, hanem az Úrra. Mert ha az Úr velünk van, és mi az Úrral vagyunk, ha ő munkálkodik az életünkben, hogyha az ő akaratára ráállunk, akkor ő majd előre viszi az életünket. És akkor ő majd emeli az életünket, csak közben ellapoztam Eszter könyvét, és nem találok vissza. De egy párszor megtaláltam, szerintem most is meg lesz. Tehát Márdokeus mitől emelkedett? Attól, hogy az Isten volt vele hogy oda tette magát Isten kezébe, és Dávid is, ugye tudjuk, hogy a pásztorfiú, akit Isten elvitt a juhok mellől, és fölrakta Izraelnek a trónjára, és sőt, még a régióban is egy nagyon ismert ember lett Dávid király. Tehát soha ne az emelkedésre és a növekedésre koncentráljunk, hanem az Úrra, az Úrra való kapcsolatra. Amikor Jézus beszél a gyümölcstermésről, a szöllőtő példázatáról, azt mondja, hogy aki én bennem marad, azt terem sok gyümölcsöt. Ez is arról beszél, hogy nem a sok gyümölcsre kell koncentrálni, hanem csak arra kell koncentrálni, hogy Jézusban maradjak. Mert ha Jézusban maradok, akkor sok gyümölcsöt fogok teremni. Ha az ember a sok gyümölcsre koncentrál, akkor elvéti azt, hogy az egésznek a forrása, az egésznek a titka az Ural való kapcsolatban van, az urban való megmaradásban van. Nem a növekedésre, nem a nagyságra kell koncentrálni, hanem az Úrra, hogy Ő velünk legyen. És akkor ez magával hozza a többit, és tényleg az Úr azokkal van, akik alázatosak, akik odaadják az életüket az ő, az ő kezébe. Úgyhogy ez a Márdokeus ez nagyon nagy ember lett, és azt történik itt, hogy gyakorlatilag zsidó származású, áldozatról semmilyen hírt nem kapunk. Elég hihetetlen, mert azt olvastuk, hogy 75 ezer veszik el a tartományban, azért az nem egy kis szám, és zsidó áldozat nincs köztük. Úgy néz ki, hogy a második törvény legyőzi az első törvényt. Úgy néz ki, hogy a, a, a jog a védelemre hogy megvédjék az életüket, az erősebb törvény lett, mint a kipusztításnak a törvénye. Azt mondhatjuk, hogy a, a, bűn és a halál törvényénél erősebb az élet szellemének a törvénye. És gondolkoztam ezen, hogy azért a törvények ugye életbe léptek, de semmi sem volt automatikus. Volt egy szerepe a zsidóknak, hogy felkeljenek az életükért. Tehát nem a tétlenséget áldotta meg Isten, hanem, hanem azt, hogy akkor kaptatok jogot a védelemre, de akkor cselekedjetek. És ezen gondolkodtam, az új szövetségben ez mi? Az új szövetségben ugye ezt nem tudjuk mással magyarázni, én legalábbis nem tudom, mint hogy az ember szerepe a hit. Mert Jézus Krisztus megváltott bennünket a bűn és a halálból, Mégis nem az egész emberiségre ér, lett ez érvényes, olyan értelemben érvényes, hogy a lehetősége megvan mindenkinek, de mégsem élt még vele mindenki, még sincs mindenkinek üdvössége, még sincs mindenkinek örök élete. Mert noha érvényben van már az, hogy az élet szellemének a törvénye is jelen van, mégis az ember hitáltal lép ebbe bele. Hogy Jézus Krisztus áldozatát, az ő dolgotai győzelmét megragadja, és a hitét beleveti Jézusba. Ennyi dolgunk maradt. Ez a legtöbb, de ennyi maradt. De ez viszont elengedhetetlen, hogy aki hisz, azt tudja megragadni ennek a, ennek a valóságát az életében. Azt olvastuk még itt, a második elején, bocsánat, ezt kifelejtettem, hogyha visszaugrasz, erről akartam még néhány szót, hogy egybe gyűltek a zsidók, városaikban. Olyan könnyen átsiklunk ezen a, ezen a mondaton, de látjátok, hogy, hogy, egy egységet, egy közösséget formált ez a helyzet. Ugye elérkezett a nap, gondoljatok bele, hogy úgy mindenki úgy, úgy, úgy számíthatott arra, hogy mi lesz ezen a napon. Egyszerre fog érvénybe lépni az a törvény, amikor fölléphetnek az ellenségek, a gyűlölők, és rátámadhatnak a zsidó családokra. A zsidók meg úgy voltak vele, hogy hát, oké, mi meg akkor kaptunk egy jogot arra, hogy védjük meg magunkat. Biztos készültek erre a napra, és talán senki nem tudta pontosan, hogy hogy fog ez lezajlani, hogy mi fog történni. De egy dolgot látunk: hogy történt egy összegyülekezés. Összegyűltek városaikban, ugye nem csak a fővárosban, Susánban. Hanem szerte a diaszpórában, a, a szétszórtságban élő zsidók egymásra találtak is, megtalálták, egymást is elkezdték keresni egymás közösségét, egymás társaságát. Valahogy azt gondolták, együtt erősebbek vagyunk. Hogyha egyenként nézünk szembe a fenyegetéssel, és egyenként rettegünk, hogy mi lesz, hogy hogyan támadnak ránk, akkor valószínűleg könnyebb velünk elbánni, könnyebb az ellenség dolga, de hogyha összegyülekezünk, Egységben vagyunk, össze fogunk városonként, talán kevesebb ember is fog támadni, mert azt látják, hogy ezek összetartóak, egységben vannak, védik egymást, nem csak magukat védik, hanem egymásért is kés, készek harcolni. Ez a, ez a külső ellenség, ez a külső fenyegetettség, a közös sors egybe kovácsolta az embereket. És azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az egység. Nagyon fontos, fontos, hogy egy közösséget tudjunk alkotni mi is. És néha tényleg ezt egy külső ellenség hozza létre, bár az igazi egységet az új szövetségben a Szentlélek hozza létre, és, és az, hogy, hogy egy, egy hitből vagyunk, hogy egy atyától születtünk. Azt mondom, az új szövetségben nem, nem kell azt megvárnunk, hogy egy külső ellenség kovácsoljon bennünket egybe, mert, mert itt van a szentlélek, aki egységet akar teremteni. Itt van az újjászületés által lévő, be, bennünk lévő új élet, amely arra törekszik, hogy, hogy tényleg megéljük a közösséget egymással és az úrral. De, de látjuk, hogy ez az összegyülekezés, ez létrejött, és városonként meg tudták ezt valósítani a, a, a zsidó emberek. Aztán a fővárosban történtekről, a hatodik verstől részletesebben beszámol az ige. Először első körben azt látjuk, hogy 500 embert öltek meg. Itt van egy fölsorolás. Hámánnak a tíz fia is közöttük van. Nagy nehézség hárán ki tudtam olvasni ezeket a neveket. Még egyszer nem fogom megpróbálni. Örülök, hogy egyszer valahogy sikerült. És a, ami visszatér, háromszor szerepel ebben a fejezetben, hogy de a zsákmányra nem tették rá a kezüket. Talán föltűnt nektek is, amikor olvastuk, hogy a zsákmányra nem tették rá a kezüket a, a, a zsidók. Tehát ebben az van benne, hogy ugye nem egy anyagi vagyonszerzési szándékból történtek a, a gyilkosságok, hanem, hanem egyszerűen annyi történt, hogy védték az életüket de nem volt semmilyen vagyonszerzési szándék. Nem azért, hogy ők többek, több, többet gyarapodjanak ebből, csak az életüket szánt, vették, és még van egy olyan gondolat is benne, hogy, hogy, tudjátok, hogy már a zsákmányra, már Ábrahám is a zsákmányból tizedet adott az úrnak. És hogy van egy ilyen gondolkodás is a zsidóknál, hogy, a, hogy amit zsákmányként szerzünk az ellenségtől, az igazából az urat illetné meg. Tehát az az, az úré. Ahhoz nem nyúlhatunk hozzá. A zsákmányból való szerzett dolgok azok az urat illetik meg. És mind a két gondolat benne van ebben, hogy egyrészt nem anyagi előnyökért harcoltak, hanem csak az életüket akarták megmenteni, másrészt tudták, hogy a zsákmány az igazából az urat illeti meg. És aztán a király beszélget Eszterrel, megtudja, hogy menjen estek el, úgy néz ki, hogy ez az 500 emberen nem nagyon hatódott meg a király, egyáltalán nem, nem nézett úgy ki, hogy nagyon bánta, hogy ennyi ember meghalt, sőt, még kérdezi, hogy még mi a további kívánságod. Ugye a Hámán tíz fia is benne volt ebben. Ez vagy azért lehetett, ugye csak kiket, kiket öltek meg, már dadagok, kiket öltek meg? A támadókat. Miért esett el Hámán tíz fia? Mert a támadók között voltak. Mert azok között voltak, akik meg akarták ölni a zsidókat. És itt nem, nem pusztán a, a vér szerinti kapcsolódás, hogy a Hámán tíz fiát is kinyírjuk, mert a Hámánt nem bírjuk. Mert ugye azon a napon arra volt joguk, hogy magukat megvédjék. Ezek szerint Hámán át tudta plántálni a saját gyermekeikbe, a saját fia, fiaikba, fiaiba azt a fajta gyűlöletet, ellenségeskedést, ellenérzést a zsidókkal szemben, és talán volt egy személyes bosszú is bennük, hogy ugye apám ugye meghalt, a házát elvették, vagyonát elkobozták, és nem álltak át a jó oldalra, hanem tovább tolták a gonoszságot. Pedig egy figyelmeztetés is lehetett volna, milyen jó lett volna, hogyha Hámán életével elvágódik ez a vonal, és a családja belátja, hogy ezt, ezt az életmódot nem lehet folytatni, hogy Isten népével szemben nem érdemes törekedni, Isten tervével szemben nem érdemes más terveket szőni, de ez a tíz fiú sajnos a gonoszságban ugyanúgy egy volt az apjával, ahogyan látjuk is, hogy ők is a támadók között voltak. Nagyon fontos, hogy bizonyos dolgok szakadjanak meg, és ne menjenek tovább az életünkben. Hogy rossz dolgokat ne folytassunk. Rossz tendenciákban ne álljunk bele. Rossz örökséget ne vigyünk tovább. Mert látjátok, nem kerülték el a sorsukat. Nem is tudom, hogy mit gondoltak egyébként, hiszen addigra már annyira, ugye a korábbi ige is, korábbi részben is azt mondja az ige, hogy, hogy a zsidóktól való félelem szállt rájuk a népekre. És elmondtuk, hogy nem azért, mert a zsidók annyira félelmetesek voltak kívülről, hanem az egész folyamaton látszott, hogy egy természet fölötti védelem van, hogy ezt nem tudták volna maguktól elintézni, hogy Isten van a, a zsidók mögött, aki védi őket. És mégsem tudtak átállni a jó oldalra. A megáltalkodottságuk még vitte őket előre, és így ők is támadóiká váltak a zsidóknak, és ezért veszett el Hámánnak a tíz fia. Ugye az, hogy sok, sok fia volt, vagy sok leszármazotta volt a, 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 akkoriban az embereknek, ez ugye a több is fakadt. Az, hogy Dávidnak mondjuk volt 70 fia, ezen azért ne lepődjünk meg, mert <laughs> volt bőven felesége is, akik ezt a 70 fiút megszülték. És még a lányokról én is beszéljünk. Tehát a tíz fiú azért hal meg, mert követi az apjuk gonoszságát, és támadókká válnak. És nem vonulnak vissza, és nem mondják azt, hogy ebben már nem veszünk részt. E, aztán, e, mikor rákérdez a király arra, hogy Eszter, akkor van-e még kívánságod, <laughs> ennyi volt-e, akkor a leszámolás. Eszter kér még egy napot, ez érdekes, én nem tudom, hogy ez, ezt a, a hosszabbítást, ugye, mert arra konkrét napra történt a, a, a törvény kihirdetés, 13-ára. De Eszter azt mondja, hogy hogy még holnap is engedje meg a zsidóknak, hogy hasonlóan cselekedjenek, és felakasszák Hámán 10 viát fára. És még azon a másik napon is, amit még pluszban megkaptak, még 300 ember hal meg. Ezek szerint a gondosság sem csillapodott. Tehát ugyanúgy ott volt a támadókban is még az energia, hogy folytassák, hiszen csak a támadókat, csak az agresszív embereket kellett le le megölni, és ez a tíz fiú pedig azért került fára, mert nyilván ők már meghaltak korábban, tehát nem a felakasztás volt a kivégző eszközük, hanem ez igazából egy szégyenfa volt. Tehát többször volt ez, hogy már elhunyt embereket, vagy már meghalt embereket felakasztottak, gyakorlatilag egyrészt ilyen elrettentő példaként, és szégyenfa, szégyenfára tették őket, hogy, hogy így járnak azok az emberek, akik a gonoszság útját járják és gyakorlatilag ezzel, meg ugye a teljes győzelemnek is a kihirdetése volt, mert ez egy ilyen nyilvános megszégyenítése is volt a Hámán, a Hámán vonalának. Talán egy kicsit haj az arra, amit Jézusról ír az ige a, a Kolossé levélben, hogy, hogy bátran mutogatta a, a fejedelemségeket, és diadalt vett rajtuk. Bátran mutogatta. Ugye ez az a kép, amikor a, a római tábor, a hadvezér bevonul a városba, és a leigázott ellenséget mutogatják a népnek, hogy őket mind legyőztük. Őket mind legyőztük. És teljesen nyilvánvaló, hogy ki a vesztes, és ki a győztes. És ennek a kinyilvánítása volt itt ez a fára való akasztás is. És ugye innentől aztán látjuk azt, hogy hogy zsákmányra nem rá a kezüket, plusz 300 ember még meghal, és itt van egy összefoglaló adat, hogy összegyűltek, feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, ez 16. vers, és megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret. Tehát elveszik 75 ezer ember, aki megpróbálja megölni a zsidókat, Isten népének akar ártani, és zsidó áldozatról nem hallunk, egy, egy egyről sem mennyivel erősebb a második törvény, hogy egyszerűen fölé tudtak kerekedni az elsőnek. És azt is látjuk, hogy már itt is a vidék és a főváros ellentét azért elkezdődött, mert a vidéken egy, nap, egy nappal, később ünnepeltek, mint, mint a fővárosba. Itt leírja az ige, hogy, hogy a Susán várában a 13. és 14. napon jöttek össze, megnyugodtak a hónap 15. napján, de a, vidó, a vidéki zsidók, akik keretetlen falva laktak, azok a 14. napot tették az öröm és a vigalom napjává, és gyakorlatilag ilyen módon a Purim az egy ilyen háromnapos ünnep lett, 13, 14 és 15 lett adár hónapban. Azért érdekes ez a, ez a ünnep ünnepi nyilvánítás, ünnep alakítás, mert ugye eddig az ünnepeket az úr határozta meg. Ugye így is mondjuk, hogy az úr ünnepei, vagy a ünnepei, a páska bárány, ugye az úr ünnepe, vagy a hetek ünnepe, az alatásnak az ünnepe. Ezeknek a dátumait, magának az ünnepnek a gondolata az Istennek a fejében pattant ki, és aztán így, így adta át a népnek. És most itt pedig azt látjuk, hogy egy olyan ünnep jön létre, ami Istennek a történelemben, az emberek valós életében való cselekedetét akarja megünnepelni. És azok az emberek kezdeményezik, kezdeményezik az ünnepet, akik átélői voltak ennek, a, ennek az isteni beavatkozásnak. És e, e, ugye a, ennek a résznek a, a következő versei arról szólnak, hogy hogyan alapítják meg ezt az ünnepet. Hogy kikiáltják, meghagyták, hogy adárhónap 11 15 napját évről évre ünnepeljék meg, és azért, mert akkor megnyugodtak ellenségeiktől, mert a keserűségük örömre, sírálmuk ünnepre fordult. Nagyon sokszor előfordul ez a szó itt ebben a könyvben, hogy fordult. Tehát tényleg látjuk, hogy egy megfordítás, egy fordulat következett be, a rossz fordult jóra. Ugye amikor meghallották az első törvényt, ezt nem is mondtam az elmúlt rész alkalmával, akkor bőjtöt hirdettek, akkor amikor meghallották a második törvényt, akkor lakomát ültek. Ugye ez is teljesen ellentétes, mert a bőjt és a lakoma azért az két szélén van a dolgoknak. Tehát a bőjtben ugye nem eszünk, a lakomában meg talán túl sokat is eszünk. Hogy teljesen az ellenkezőjére fordította Isten a dolgokat, és nem a gonosz várakozása következett be, hanem Istennek a jó szándéka kerekedett felül. Azt mondja az Ige, hogy ajándékokat küldtek egymásnak az emberek, és adományokat a szegényeknek. Figyeljetek, amikor az ember örömben van, valami jó dolog éri, akkor felszabadulnak a szívében lévő jó, jó erők, és nézzétek meg, hogy egymásnak ajándékokat kezdtek küldeni az embereknek. Élünk, emberek, élünk! Milyen jó, hogy élünk! És ki akarom fejezni az örömömet afölött, hogy most nem sírok mellett állunk, nem temetőbe kell mennünk. Nem arról szól a történet, hogy vége lett a nemzetünknek. Nem arról szól a történet, hogy elhurcoltak ide bennünket Babilonba, aztán már Perzsa birodalom van, és akkor itt elmúltunk és kimúltunk hanem arról szól a történet, hogy erőt vettünk az ellenség fölött, hogy győztünk, hogy Isten megmutatta, hogy még a távolban is, nem az ígéret földjén, hanem még a fogság földjén is, ő az Isten, ő az Úr, hogy még mindig ő forgatja, forgatja a dolgokat, hogy ő tényleg hatalmas Isten, és mindenki fölött van, és erről szól a történet, és ezért elkezdték az emberek egymást megajándékozni. Mert ott volt bennük ez a pozitív élmény, hogy Istennek egy megkegyelmezett népe, akinek az ügyét Isten forgatja, aki, aki valóban élvezi Istennek a támogatását, és még adományokat is adtak a szegényeknek. Tehát érdekes módon, hogy a szociális érzékenységük is föltámadt, és az ember jót akart tenni. Nem így van ez sokszor, hogy amikor jó ér bennünket, akkor mi is tovább akarunk adni a jóból egyszer, amikor az ember átérzi, hogy, hogy Isten kegyelme milyen gazdag, milyen bőséges, akkor tovább, tovább adsz belőle, túlcsordul rajtad, túlcsordul, és adsz a szegénynek, és észreveszed a szűkölködőt, és észreveszed a bánatost, és észreveszed a szomorú szívűt, és adsz neki egy ajándékot, adsz neki egy jó szót, adsz neki egy bátorítást, mert rajta túláradt Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete. Tehát ha belegondoltok egy, egy, egy olyan ünnepé alakul ez így át, ez a Purim ünnep, hogy az emberek elkezdenek egymás felé is fordulni. Ugye ezt már az összegyűlökezéseknél is mondtuk, de nyilván az, hogy ajándékokat adtak egymásnak az emberek. Tudjuk, hogy most karácsonykor is mindig van ez az osztályokban, hogy kihúzzák egymást az osztálytársak, és akkor valami értékhatár meg van szabva, hogy ennyi és ennyi forintig megajándékozzák egymást osztálytársak. De itt ugye spontán módon, tehát nem osztályfőnök által <laughs> irányítottan, hanem teljesen spontán módon az emberek elkezdték maga ajándékozni egymást. Mert megtapasztalták Isten szeretetét, megtapasztalták Isten kegyelmét. Ö, nagyon érdekes, amit Pál mond, például a megbocsátásról. Engedjetek meg egymásnak, mert a Krisztus is megengedett nektek. Mikor tudunk mi is továbbítani kegyelmet, megbocsátást, elengedést, azt mondani, spondját rá, nem számít, menjünk tovább, ne álljon ez közénk. Figyelj, felejtsük el, mikor tudunk továbbadni szeretetet, akkor ha elfogadunk szeretetet. Mikor tudsz továbbítani Isten kegyelméből az embertársaidnak a megbocsátásból, ha elfogadsz megbocsátást. Ha elfogadsz kegyelmet, akkor tudsz továbbadni belőle. Ők átélték Istennek a szabadítását. Örömre fordult a bánatuk. A bőjtjüket fölváltotta a lakoma. A verességük helyett győzelmet éltek át. És elkezdtek egymás felé fordulni az emberek, és továbbadni abból, amit Isten adott. Engedjünk meg egymástól, mert a Krisztus is megengedett. Ha Krisztus megbocsátott nekünk mindent, akkor hogy ne tudnánk egymásnak egy-két dolgot elengedni, ami néha adódik. Tudjuk, hogy az adós szolga a története ezért annyira megrázó, amit Jézus tanított, hogy a tízezer talentumos ember, akinek mindent elengedtek, a száz képtelen volt elengedni a tartozását. Amit kapunk, amennyit elfogadunk az úrtól, annyit tudunk aztán tovább is adni. Először mindig elfogadóknak kell lennünk. Van az az típus, aki ő nem fogad el semmit. Nem, 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 köszönöm, nem. Persze van az, aki meg mindent elfogad mindenkitől, de, de az, az Istennel való kapcsolatunkban először mindig elfogadónak kell lennünk. Mindig befogadónak kell lennünk. És akkor válunk arra képessé, hogy továbbadók legyünk. És ugye megalapítják az ünnepet. Pur, purim névről, ahogyan ezről már volt szó, kiadtak erre egy levelet, a, a utódjaikra nézve is ugye ezt kötelező érvényűnek fogadták el. Hiszen figyeljetek itt, ez nagyon fontos látni, hogy amiről Zoli is beszélt, talán vasárnap az Ezerziglent, sokszor, sokszor emlegette, hogy, hogy az életünk nem csak magunkban van. Persze elsősorban magunkért vagyunk felelősek, de azért felelősek vagyunk az utánunk lévőkért is. Az utódjainkért is. Ahogyan Hámán is, azt gondolom, hogy felelős volt a tíz is. Negatív értelemben. Mert ha nem azt csöpögteti beléjük otthon, akkor a tíz fiú lehet, nem támad a zsidókra azon a napon. De pozitív értelemben is. Felelősek vagyunk az utánunk levőkért is. És amikor szeretjük az urat, Ezer ez iziglen irgalmasságot közlök azokkal, akik utána jönnek. És itt is van egy ünnep. Ez a generáció élte át ezt a szabadulást, mégis tovább akarták adni a fiaiknak, hogy emlékezzünk meg évről évre is, amikor már kihaltak. Azok az öregek, akik valóban benne voltak, de az unokáik, a dédunokáik még mindig emlékeztek arra, hogy Isten itt a fogságban egy gonosz tervel szemben. Megvédett bennünket, és adott jövőt a mi népünknek, adott jövőt a mi, a mi nemzetségünknek, országunknak, vagy népünknek. És ez beépült a, a, fiak, a fiaknak, unokáknak az életébe, hogy Isten így cselekedett. És ugye ezt a szót is használja itt a 27. vers, kicsit talán eltúzóan, hogy örök idő, örök időkre örök időkre. Hát nem tudom, hogy a mennybe tényleg majd burimot ünnepelünk-e, de nyilván a, amíg lesz itt a földön élet, addig biztos lesz. Nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra, városról városra. Ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész az ő ivadékaik között. Még Eszter is megerősíti ezt a levelet, is a beszéde megerősíti a hitelességét a történetnek, tehát az azért van itt megemlítve, mert maga a királyné is hitelesíti, hogy minden úgy történt, ahogy történt. És a lezáró égeversek igazából itt a tizedik versben az, hogy Ahasvérus király adót vetett a földre és a tenger szigeteire, ez, nem tudom, hogy miért kell egy ilyen adóemeléssel elrontani ezt a nagyon szép történetet megszorításokkal, de lényeg az, hogy inkább azt, azt akarja ezzel kiemelni, hogy vírus király ugye a, a, a tenger szigeteire is kiterjesztette az ő hatalmát, tehát hogy még egy növekedésben volt benne az ország. Ereje, hatalma, minden cselekedete pedig, Márdokeusnak pedig nagy méltóságának a története, és felmagasztolta őt a király, meg vannak írva. Média és Perzsia királyainak évkönyveiben. És még egy dologról szeretnék itt beszélni, hogy Márdokeus, a zsidó Márdokeus, második volt a zsidók között, kedves volt az atyafiai sokasága előtt, aki javát kereste a népének. Tehát itt van még megírva egy fontos dolog, hogy, hogy miért emelkedett ő, miért nagyobbodott ő, mi Isten terve azzal, hogyha valakit felemel, mi Isten terve azzal, hogyha valakinek hatalmat ad? Mi Isten terve azzal, ha valakit nagyobbá tesz, mint a többit? Mi volt Isten terve Dáviddal, aki folyamatosan emelkedett és növekedett? Azt mondja, hogy az, hogy a javát keresse a népének. Egyébként volt is egy ilyen cím, hogy a nagy királyokat, meg a nagy uralkodókat jóltevőknek hívták őket. Jól tevők, vagy jól tevőknek hívták. Mert igazából ez lenne az igazi szándéka Isten részéről. Azért akar felemelni, azért akar valakinek adni többet, mint másoknak, hogyha ez így, így van, hogy javát keresse a népének. Soha nem azért, hogy önmagára gondoljon. Soha nem azért, hogy önző célokra használja fel. Soha nem azért, hogy akár elnyomjon másokat hanem azért, hogy a javát keresse a népének. És Márdokeusnak az élete arról szólt, hogyan tudná kieszközölni, már a kezdetektől, amikor még nem volt második ember, mikor a kapuba újcsörgő zsidó férfi volt, akkor is azt kereste, hogyan tudunk ebből a helyzetből menekülni, szabadulni, és olyan, méghozzá olyat, ami kiterjed az egész népre, ami az egész zsidó népet fogja érinteni. És ugye ezt próbálta már Eszternek átadni, hogy így járjon közben a népért, és aztán utána, amikor felemeltetett, akkor is a javát kereste a népnek. Ugyanígy volt József. Ugye Isten jóra fordította a gonoszt, és megmentette az egész nép életét, és megmentette a saját családjának az életét, és József eladatása gyakorlatilag az egész nagy családnak, mert akkor még csak 70-75-en 70, voltak, a túlélését biztosította. A javát a többieknek. Adná Isten, hogy ilyen sok ilyen vezető legyen, akár, akár a világi szintéren, akár az egyházi vonalon, hogy olyanok emelkednek és nagyobbodnak, akik a javát keresik a népnek, és nem önmagukra gondolnak. Általában sokszor ez a romlás, ez beszokott történni, hogy amikor már túl nagy az ember, akkor hirtelen elfelejti, hogy miért van ott és maga felé kezd fordulni. Mártokeussal ez nem történt meg, és nézzétek meg, hogy hogy teljesen ö, ö, nagy népszerűségnek örvendett. Azt mondja az ige, hogy kedves volt az atyafiai sokasága előtt. És békességet szerzett minden ivadékának. Ugye vannak, akik csak mit hagynak maguk után? Harcot csak rendezetlenséget, csak ilyen befejezetlen háborúkat, csak ilyen megkezdett konfliktusokat hagynak maguk után. És jönnek a következők, és azt látják, hogy ezer csatába kell beszállnom, hát ez maradt rám. És itt van valaki, aki viszont békességet hagy az utódaira. Békességet szerzett nekik, hogy ők már egy jobb körülmények között tudjanak élni. Azt gondolom, hogy, hogy méltán lett Márdokeusnak ilyen nagy reputációja a népében, és ilyen megbecsültségnek örvendhetett. Tehát ez a történés, ez nem múlt el nyomtalanul. Ahányszor elérkezik Adár hónapnak 13., 14., 15. napja, a mai napig, a mai napig, zsidó testvéreink összeülnek, és Purimot ünnepelnek, Eszter könyvét olvassák, ajándékokat adnak egymásnak és adakoznak a szegényeknek. Egy történelemben beállt isteni cselekedet a mai napig hat. A mai napig hat, és meghatározza emberek csoportjainak az életét. Van, aki ma azért kap ajándékot, esetleg a szomszédjától teljesen váratlanul, mert ö, Krisztus előtt 580 5-ben, 583-ban Isten beavatkozott a történelembe. És elindított egy olyan pozitív dolgot, ami a mai napig meghatározza emberek életét. Egy szegény egyszer csak kap valamit, és akkor kérdezi, ezt miért kaptam? És azt mondja neki az adakozó, azért, mert 583-ban Krisztus előtt Isten megmentette a népünket. A kiírtástól és te most emiatt kapsz tőlem ajándékot, mert még a mai napig él bennünk a hála azért, amit Isten cselekedett. És hogy Isten cselekedetei az időben, azok valahol mindig örökké valók. Hát nyilván a kereszt egy ilyen, ilyen esemény, hogy történt 2000 évvel ezelőtt egy hatalmas jó téteménye Istennek az ő fiában, Jézus Krisztusban az emberiséggel, és a mai napig hat az életünkre. És amikor odafordulunk szeretettel az embertársaink felé, és megkérdezik, hogy te miért teszed ezt, és miért vagy ilyen, azt mondod, azért, mert Isten odaadta értem a fiát. És olyan hála van a szívemben, annyira örülök, hogy meg vagyok mentve, hogy ezt tudom továbbadni, ez jön belőlem, ez jön a szívemből. Így hatnak Istennek a történelemben lévő cselektetei máig az életünkbe. És lehetünk ennek mindig a folytatói. Hogy nem mi legyünk az a generáció, aki megszűnik hálásnak lenni, hanem legyünk folytatói ezeknek a dolgoknak. Úgyhogy ennyit szerettem volna így Eszter könyvéről akkor elmondani. Hát, ha jól számoltam, akkor ez kilenc biblia óra, igaz? Amit ha akarjátok, vissza is tudjátok majd nézni, már a YouTube-on fönt vannak. És hát sokat tanulhatunk ebből látjuk, hogy Isten a fordulatoknak az Istene, látjuk, hogy az időzítésnek az Istene, ugye a leghíresebb mondatán, hogy talán ezért az időért kerültél a királyságra. Látjuk, hogy mindig van egy titok, amit az ördög nem tud, amin keresztül Isten kifejti az ő jó tervét az életünkben, hogy a rossz törvényre mindig van egy másik törvény, ami felülírja, és ugyanígy a megváltásunkban is a bűntörvényét felírja a meggyazulás törvény, amit Jézus hozott el. Na, sok mindennel foglalkoztunk így az Eszter könyvében, remélem, hogy építő volt mindannyiunk számára. Én megmondom őszintén, hogy én azt hittem korábban, hogy nagyjából ismerem Eszter könyvét. Egy, emlékszem rá, hogy amikor életemben először a gyerektáborba gyerektanító lettem, azért lettem gyerektanító, mert nem akartam kimaradni a gyerektáborból. Tudjátok, hogy annyira megszerettük a gyerektábort, mentünk minden évbe, de szigorúan azt mondták, hogy, hogy 10, 14, legfeljebb 15 éves korig lehet táborozni. Úgyhogy amikor elkerültem ezt a kort, akkor a következő éven már őr voltam, mert valahogy vissza akartam menni, hogy újra átéljem a gyerektábort, akkor elmentem őrnek, de aztán, amikor már őr se tudtam lenni, akkor elmentem gyerektanítónak, és a Bálint Mártival voltam csoportvezető. És azon az éven, hát ez 95 6 ban lehetett, azon az éven Eszter könyvét kellett tanítani a, a, a gyerekeknek. Tehát ugye elég, elég régóta van közöm Eszter könyvéhez, de megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy most ahogy így végignéztük ezeket a részeket, nekem is sokkal több minden megvilágosodott és kinyílt, és hát remélem ez veltek is megtörtént.